Köszöntöm Önöket az internetes honlapomon. Régen nem tettem ki új információkat, de jegyzeteimben továbbra is tájékoztattam az érdeklődőket a tevékenységemről. Bízom benne, hogy ezek eljutottak Önökhöz. Mozgalmas napokat élünk, a legutóbbi hetekben a rendezvények sokaságára kaptam meghívást, és lehetőségem volt találkozni több egyesületünk, illetve szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjával. Ezen találkozások alapján olyan érzésem van, mintha a magyarországi szlovákok aktívabbak lennének, mint korábban. Ez örömmel tölt el, és szívesen járok is ezekre a programokra. Mint az bizonyára tudják már Önök is, nemrégiben nyilvánossá váltak a népszámlálás adatai. Ezek alapján 15%-kal kevesebben vallottuk szlováknak magunkat, mint 10 éve. Még ha biztos is vagyok abban, hogy a népszámlálás adatai nem tükrözik a nemzetiségek valós jelenlétét, valós súlyát a társadalmon belül, azért ezek nem történnek el örömmel. Látom bennük azt, hogy a számlálás időszakában nem voltunk elég aktívak, sem én, sem a szervezeteink, sem az önkormányzataink és sajtunk. Az egyetlen jó hír ebben, hogy csak nem mindenütt, ahol eddig működött szlovák nemzetiségi önkormányzat, a statisztika alapján néhány hónap múlva sorra kerülő nemzetiségi választások is ki lesznek írva. Újonnan megalakuló önkormányzataink dolga lesz, hogy elemezzék a népszámlálás eredményeit, hogy megértsük, hogyan csökkenhetett ekkora mértékben a magyarországi szlovákok létszáma. Egy viszont biztos, 10 évig ezekből a számokból kell dolgoznunk, ezekből kell kiindulnunk, és ezeket kell valósnak tekintenünk. És mégis arra kérem Önöket, hogy a nemzetiségi önkormányzati választások előkészítésében igyekezzenek településeiken bizonyítani, hogy a közösségünk továbbra is élő, és igényli, hogy érdekeit képviseljék úgy otthon, mint országos szinten. Találják meg azokat a szlovákokat, akik a népszámláláskor nem érezték a statisztika fontosságát, és győzzék meg őket, hogy legalább most iratkozzanak fel a szlovák választói névjegyzékre. Hogy így is bizonyítsuk a környezetünknek, hogy életképesek vagyunk. Maradjanak tehát aktívak és keressék maguk között a megfelelő jelölteket a jövőre létrejövő szlovák önkormányzatokba. Addig is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!